Legalább 10 éve úgy dolgozunk, hogy szivattyúzzuk a vizet. Tehát amelyiket lehalásszuk, annak a vizét próbáljuk a másik kettőben elhelyezni, illetve még olyat is szoktunk csinálni, hogy a Lónyai csatornába egy dúzasztómű mögé beszivattyúzzuk, és ha lehaláztunk, akkor visszaszivattyúzzuk. Ifja Bradóczi János termelésvezető magyarázza stábunknak, hogyan próbálnak vízszivattyúk segítségével lépést tartani a száraz időjárással. A nádakon, a zsilipen és a vízmércén is jól látszik, ebből a mintegy 85 hektáron elterülő tóból jelenleg 70 cm víz hiányzik. Ezen a területen pedig, ahol közel 40 éven keresztül neveltek ponty ivadékokat, ma már kukoricatábla áll. A Szabolcsi Halászati Kft. Termelésvezetője szerint egyre többen választják ezt a megoldást, mivel a haltermelés ágazatát egyszerre sújtja a tavak kiszáradása és a jelentősen megnövekedett bekerülési költség. A ponttermeléshez ugyanis gabonára van szükség, amelyet ebből az etetőcsónakból adagolnak a halaknak. Nyilván takarmány áraknak az emelkedése a legjobban érezhető számunkra is. Az általunk használt abraktakarmányoknak a nagy kerára bár még most az aratás legelején vagyunk tulajdonképpen, de nagyjából már lehet látni, hogy körülbelül háromszorosa lesz a tavalyi áraknak. A gázolajára, a munkabérek megemelkedése, a takarmányárak növekedése és a hiányzó vizek pótlásának megoldása együttesen nehéz helyzetbe juttatja a haltermelőket. Nagy halászon a Tisza közelségére van szükség a tavak túléléséhez. Próbálunk a illetékes vízügyi igazgatósággal együttműködve a Tiszából, hát egy elég drága folyamat során, de vizet juttatni ebbe a tógazdaságba. Nyilván itt közös teherviselés szükséges ehhez, de úgy látjuk, hogy mindenképpen rá vagyunk kényszerítve arra, hogy erre is áldozzunk, mi is és ők is. Úgyhogy egy elég jelentős szivattyúzási infrastruktúra kiépítése történt meg komoly költséggel, de úgy néz ki, hogy fogunk tudni valamennyi vizet pótolni ezekbe a tavakba, ami arra elég lesz, ha minden jól megy, hogy ne kelljen beavatkozni bármilyen szinten az év során, egy kényszer lehalászásra gondolok itt, vagy bármilyen más, még tragikusabb folyamatra. Tehát hogyha ez összejön, akkor normálisan tudjuk elvégezni a munkánkat, és akkor tudunk megfelelő mennyiségű halat juttatni a piacra. Lévai Ferenc, a MAHAL szóvivője szerint a víz Magyarországon hiánycikké vált. A szakember adatai szerint több mint 6000 hektárnyi terület küszködik 1-1,5 méteres vízhiánnyal, további 10000 hektáron nem igény szerinti a vízellátás, és az ország szinte valamennyi halastórendszerére igaz, hogy vízhiányos. A víz, mint olyan Magyarországon, sajnos hiánycikké vált. Nagyon kevés víz érkezik le, ugye a két nagy vízellátó rendszer, a Duna és a Tisza. A Dunáról elmondhatjuk azt, hogy végig belépcsőzték a Dunát. Németország, Ausztria, Szlovákia, alattunk Szerbia és Románia vízlépcsőket épített áramtermelési céllal, és ma már azt is látjuk, hogy bizony jó megfontolt víztartalékolási célokkal is, hiszen például a szomszédos Szlovákiában senkinek semmi baja nincs a mi régi csalló közünknek a vízellátásával, hiszen az altalai víz visszatolásával, azzal, hogy ezek a hatalmas tározóterek nem csak tároznak, hanem altalajvíz pótlással is és párolgással is enyhítik a klimatikus hatásokat, ezek Magyarországon nincsenek. Nem építettük a duzzasztóműveket, és a magyar vízi közművek, tehát a mezőgazdasági célú vízi közművek állapota is tragikus. Keleti főcsatorna, nyugati főcsatorna, föl vannak kiszaposodva, 60-70 éve épített rendszerekről beszélünk, ezek a rendszerek nem bírják ezt a terhelést, amilyen szükségük van. A mezőgazdasági vízhasználat a felére apadt le, talán harmadára, mint mondjuk 1990-ben. A szakember hozzátette, míg Magyarországon 250-300 ezer hektár öntöző terület volt 30 évvel ezelőtt, ma nem éri el a 60-80 ezer hektárt. Ezt a problémát szerinte azzal lehetne elkerülni, ha kevesebb folyami vizet engednénk ki az országból. Ráadásul Lévai Ferenc szerint a korszerűtlen vízgazdálkodás mellett az is nehezíti a halgazdaságok működését, hogy a haltermelők nem részesülnek mezőgazdasági támogatásokból, mivel az Európai Unióban a tengerhalászati alaphoz sorolták őket, így a halgazdaságok sem ökológiai kompenzációra, sem területalapú támogatásokra nem jogosultak. A szakember hangsúlyozta, véleménye szerint a haltermelés mindig is a mezőgazdasághoz tartozott, amelynek ökológiai szempontból is rendkívül fontos. Szerepe van, hiszen a halastavak gazdag élővilágához képest egy kukoricatábla leginkább egy sivatagos hasonlítható.